élőben, gyerekek! Hello! Hello, hello, innen Erdélyből! Köszönöm mindenkit! Megérkeztünk, hosszú volt az út, most már lassan ott vagyunk. Mennyire lehetünk szállni? Hát 40 perc. 40 perc? 40 percre vagyunk, éppen megálltunk. Itt van ahol. Kaufland. Kaufland. Nézzétek csak. Ez a mi kis lakosztályunk. Ott a kis laptopunk. Ugye, drágám? Igen, igen, odani. Ja, itt a srácok Erdélyből. Sti. Elég dzsukeli gyerekek a stílus képviselet. Mit lehet ilyen szangra? Hát, hogy jó messze vagyunk. Erdélybe, öcskös. Erdélybe vagyunk, Romániába. Most csak azt mondom, hogy nagyon messze jöttünk. Mióta jövünk? Reggel óta, 8:30 óta úton vagyunk. 8:30 óta úton vagyunk, gyerekek. És hát igazából most tudtunk picit megállni. Ide a srácok beugrottak. Szerintem üdítőjér. Aztán megérkezünk a célhoz, eszünk valamit, beülünk valami étterembe, kajázunk valamit. Öltözünk. Szép szandid van. Látják a szandidat? Honnan látják? Ja, szandim, gondolom. Ja, hogy itt. Nem vitté jóval. Dika Johnny, nem elérhető a gyerek. Két napja nem bírom még felhívni se. Az öcséd meg megint csak szokás szerint deep módba. Mondta, hogy jön. Ihattunk volna Dikit egész nap. Ivánszat, ez az ama az úton. Erre talált ki, hogy mit csinál. Erre öcskös talált ki. Ott a kis néztük a kis filmjeinket. Aztán ennyi. El vagyunk. De amúgy bírjuk, szerintem. Elég jól, visszafele meg. Nem szeretik a magyarokat, hidd el. Itt bent a magyar részen ne szeretnék. Erdélyben? Magyar részen vagyunk amúgy. Úgyhogy... Mi rész? A mi részen vett... Utazás. Melyik városban vagyunk? Sepsiszentgyörgy. Sepp-Szentgyörgy? Sepsis-Szentgyörgy, valami ilyesmi. Sepsis-Szentgyörgy, igen. Oda, meg az mellé. Kíváncsi vagyok, mert én sokat jártam Romániába. De még soha nem voltam erre. Az öcskösnek akarom megmutatni, hogy öcskös, Dik, hogy ki van pattintva a bátyád. Amúgy csak úgy látszik, gyerekek, esküszöm nektek, a fényviszonyok ilyenek, de... És nem edzek, tudod, mi volt öcskös? Csak a gumók. Foghatod, visszaveszed, csak ezt a Johnnynek mutattam, amíg engem is meglepett. Ahhoz képest, hogy nem edzek, öcskös. Sepsiszentgyörgy, igen, az. Ahhoz képest, hogy nem edzek, öcskös, azért... Mindent most tudom. Na mindegy.
Na mindegy. Értitek? Nincs olyan jó idő most, ha? Ma? Hát itt annyira nincs. Da-d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 a. Énekelj már nekünk valamit. Nem. Nem kész egy is le? És, de, jöhet. Drágámnak fáj a torka. Minden, nem az izom a minden. Amúgy ezt csak azért mutattam, gyerekek. Köszi. Szia, szia. Mert... nem edzek, tudjátok milyen régóta? Ja. Nagyon-nagyon régóta. És ezt csak az öcsének mutattam el. Edzés nélkül nem tűnnek el a idomok. Én csak most hétfőtől kezdem az edzés és a diétát. Picit most meghíztam, de azért még a forma az megvan. Szatmára nem jöztök valamikor? Nincsen szemüt. Nem baj, majd az egyet. Akkor majd... most már megvárjuk, amíg odaérünk. Szép pár vagytok. Szanni, mesél valamit. Mi volt ez a kamszöveg, hogy szakítottatok el? Milyen kamszöveg? Milyen kam? Ez nem volt kam, mert szakítottunk, igen. De kifejtettük azokat. És azt is kifejtettük, hogy miért békültünk. Szeretjük egymást. Igen. Nagyon. És nem bírjuk egymást nélkül. Ennyi. Még valamit mondjak erről a témáról? Valami hozzáfűzni valod még ez az egészhez, hogy mi? Nincs. Ez most az van, amúgy, hogy... nagyon szépek vagytok együtt, ezeket kapjuk. Köszönjük szépen. Szerinted még mennyi idő? Nagyon szépen köszönjük amúgy, gyerekek. Most itt vagyunk Segesváron. Még mindig, azt hiszem. Még mindig egy óra, amúgy 8 órát utazunk. Még mindig egy óra, mire odaérünk, és ilyesmi. Az volt amúgy a szerencsénk, hogy... az első 3-4 órát átaludtuk, nem? Ja. Egyszer én aludtam a Márion, utána Mária aludt rajta. Igen, aztán néztünk egy filmet, és most ott tartunk, hogy... csak az, az volt a rossz, hogy olyan úton jöttünk, ugye ezek az erdélyi utak, ami... sose hagyjatok egymás fajnak, vagytok, küldöm a kis reggaetonos trekkettesót, csekkolj rá! Köszönjük szépen, Mária, te cigány vagy? Nem, török, arab, spanyol, olasz és milyen keverék? Mondjál, találj ki valamit még. Ha se tudom, mik a családában. Na mindegy. Legyen még Venezuela. És te milyen keverék vagy számára? Én. Kínai. Igen. Spanyol. Bennem is folyik egy kis venezuelai. Venezuelai vér. Az előbb ki tudtam mondani, most éhes vagyok. Szandi, tudol főzni? Így kérdezték az én mondom. Csak. Tudod, drágám, minden? Igen. Most ennék egy kis rizst. Igen. Olyan édessavanyúval. Édessavanyúval? Ezt most ennék. Éhes vagyok. Na. Ja, hogy azt akartam mondani az előbb, hogy ilyen szerpentines úton megyünk végig, és ahogy nézi az ember a filmet, egy picit megfájdul a feje. Neked nem? Szandinak inkább többet kéne mosni, takarítani, nem itt a semmit hajtani. Jézusom, ne idegesítsenek fel éhesen. Erre nem is kell válaszolni. Nem válaszolok. A szerelmem az igazi háziasszony, ezért is van itt mellettem ő. Ezért is vagyunk egymáshoz hűségesek. Jobban rosszban együtt. Mert aki az én kis feleségem az, az igazi feleség. Most főz, takarít mindent, amit kell. Ha nem így lenne, akkor nem ülne itt mellettem. Lehet, hogy neki kéne többet mosni, főzni, takarít, és nem a live-ot nézni. Így van. Békeverd. Békeverd.
Nyilván nem azt fogjuk belájvozni, hogy éppen a Szandi felmos, vagy súrolja a ruhámat, vagy vasalja. Vagy éppen mondjuk még a főzést, az tök jó, azt még be lehet lájvozni, nem? Ez egy tök jó dolog. De mivel nem szakács a szerelmem, hanem csak főz, megfőzi, amit kell, és úgy, ahogy én szeretem. Ezért szerintem annyira nagy látnivaló nincs benne. Most is az oka, hogy live-ozunk, mert itt vagyunk Romániában, elmondjuk a rajongóknak, hogy hol lépünk fel, mert eddig nem tudtuk, és este megígértük neki. Nem azért jelentkeztünk be, hogy csináljuk itt a semmit. Mondd a Szandinak, hogy nagy rajongója vagyok, Bea vagyok. Köszönöm. Gyerekek, szóval, aki nem tudná, és itt van Erdélybe, Erdély közelébe, ma három helyen is fellépünk, pontosan nem tudom a helyeket, hogy hol, de egyik az melyik lesz az első állomásunk? Sepsiszentgyörgy, valami ilyesmi. Ilyesmi. Oda éppen ott vagyunk nem sokára, úgyhogy gyertek el. Még nem voltam itt, fogalmam sincs, milyen közönség fog engem várni, mennyire szeretnek, mennyire ismerik a dalaimat. Azért nem vagyunk közel. Szerelmem, hogy én tudom. Nem vagyunk közel, elég messze vagyunk, gyerekek. Pontosabban... hány száz kilométerre? Most már 800 kilométerre vagyunk, úgyhogy elég messze vagyunk. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy mire várhatok. Milyen lesz a közönség. Mennyire ismernek minket, de reméljük, hogy a legjobb lesz, és a legjobbat fogjuk kihozni magunkból természetesen. Egy jó asszonynak mosni, főzni, takarítani kell, olyankor nem lávoztok, mikor PL főz. Szerintem, mikor vasal leégeti az ingedet, ha egyáltalán vasal. Jó van, barátom. Nem is értem, azok, akik nem kedvelnek őket, miért nézik? De tényleg, nem is értem, miért nem tolja el a biciklit? Hát, mert nincs jobb dolguk. Na, igen, na mindegy. Van. Lájvozz már bátyja a fellépéseden. De jó vagy, szép bátyám. Csók mindenkinek, gyerekek. Nehogy ott hagyd a Szandit megint a fellépésen, te meg elmenjél. Hagytalak már én ott valahol, Szandit? Székelyudvarhely az első. Megállunk. Az innen hány kilométer? Pontosan hol léptek fel? Székelyudvarhely az első. Megállunk, 70 kilométerre vagyunk a helyiségtől. De közben el is búcsúzunk, sziasztok! Puszi! Puszi mindenkinek!